díszlövéssel jelezték, hogy elkezdődött a Siklósi Várfesztivál. A programokat augusztus 12-e és 14-e között szervezték meg a Baranyai városban. Már az első nap délelőttjén sokan voltak kíváncsiak az eseményre. A nagy kavalkád közepette sikerült mikrofon végre kapnunk Szentgyörgyvári Péter várkapitányt. Az egész évben egyébként él az egész vár, úgyhogy itt most egy kicsit csak besűrítjük a programokat. Mai nap is már jó sokan vannak nálunk, és sok programban vehetnek részt a vendégek, középkori fegyverbemutató, vásári komédiák, díszlövések, stb. Stb. Délután érkeznek a törökök, ők megszállják majd a várat, de az igazán fontos dolgok holnap és holnap után lesznek. Óriásbábok, bűvészmutatványok, zászlóforgatók, stb. Stb. És délután 4 órakor lesz nekünk egy nagyon nagy csata lent a várkertben. Arra szeretettel invitálok mindenkit. Este könnyű zenei programok lesznek, és nálunk nem áll le az élet szombat éjszaka se, hanem lesznek ilyen éjjeli összecsapások, stb. Stb. Aztán pedig vasárnap megismételjük a nagyszabású csatát, és előtte viszont minden csapat, akik ideérkeznek hozzánk, bemutatkoznak a várudvarban. Cristo! Ott itt tart egy velet, amíg le nem fegyverzik egymást. A lefegyverzés azt jelenti, hogy már csak az életük árán tudják megvédeni magukat. Mi persze ott megállunk, de még mindig megvan a fegyver, nem fegyverezték le egymást. Egy nagy tapsot kérek szépen Márknak! Márk, ami a lábat illeti. A verőfényes napsütést másnap esőzés követte. A szervezők ezért a kültéri programokat a várfalain belül tartották meg, de itt is válogathattak kedvükre kicsik és nagyok. A gyerekeknek például meseolvasást tartottak a játékországban. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Felnyergelte legjobbik lovát, és indult még aznap, hogy megkeresse. A világ szép Náccál király kisasszony ment hetet hét ország ellen. Estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe. Nagy erdőben betért a kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszonyt illendőképpen. Adjon Isten öreg anyám! Fogadja az is nem különben, s kér. Ugyan hol jársz itt, fiam, ahol a madár sem jár? Hát a világ szép Náccál király kisasszonyt keresem, aki a Fekete-tenger 77. szigetjében egy Náccában vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta el hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édes fiam, de túl a hegyen, kerekerdő aljában lakik a néném, azt talán hallott. A borongós idő ellenére a főnapon, szombaton is sokan kilátogattak az eseményre. Erre a napra terveztek egy nagyszabású felvonulást, ám az eső közbeszólt. De még ez sem állította meg a vár népét, többek között a polgármester is teljes jelmezben érkezett. Pénteken kezdtünk, délután, illetve az esti koncertekre jött meg igazándiból a tömeg. Az esti koncerten nagyon sokan voltak, hála jó Istennek, nagyon jó hangulatban telt, és hát ma reggel ugye arra ébredtünk, hogy egy kicsit borongós az időjárás, úgyhogy a 10 órási felvonulásunkat sajnos el kellett engednünk, ezt elhalasztottuk. Természetesen a várban a programok, a hagyományőrzőkkel megtervezett programok zajlanak, várjuk a vendégeket. A délutánra reméljük, hogy a 4 órási csatára már eláll az eső, egy kicsit felszárad a várnak a kertje, és olyan állapotok lesznek majd, hogy meg tudjuk tartani a 4 órási csatánkat. Az egy látványos, nagyon nagy érdeklődés előtt zajló esemény szokott lenni, és természetesen miután a csata lezajlódott, ma este, szombaton este a halott pénzzel folytatjuk lent a várkertben a nagy színpadon, és a vasárnapi napon fogjuk zárni majd az idei várfesztiválunkat. Ne forgácsoljuk itt a tartalmas időt, téd a szó valamért, tehát felhosszolkáljuk kérdéseidet. Jó rendben, innentől én irányítom a dolgokat. Ködözd meg! Te meg addig hozzám már légy szíves még egy hordocskával ebből. Ez a jó fajtából. És ha már arra jársz, nézd már meg, légy szíves!
hogy ott van-e a tarisznyán. Onnan lehet felismerni, hogy ilyen kis tarisznya, aztán van benne egy ekkora sonka. Jó, ott kerestem egy. Igazándiból nem szekte kedvünket az eső, tehát én azt látom, hogy a hagyományőrzők lelkesek, hála jó Istennek, sokan vannak itt nálunk a várban látogatóként, és nagyon élvezik egyébként azt, hogy a hagyományőrzők a programokkal színesítik itt a mindennapokat, és természetesen jó magam is úgy készültem, hogy ma és holnap is egész nap itt leszek a várban, természetesen a mai napon úgy készültünk, hogy felvonulunk, ezért mindenki felvette a hagyományőrző öltözékét. A várban egyébként a jégkorszakról is látogatható egy időszaki kiállítás, de természetesen a korabeli öltözékek, fegyverek és bemutatók vonzották a legtöbb ide látogatót. A hagyományőrző csapatokkal is megismerkedhettek a vendégek, és idén újdonságként emlékszalagot kaptak a csoportok.